könyörgés, lárma, mint hiába. Nem azt várj már, hogy nem leszek színész, de hogy maradni kényszerítenek. A kényszerítés éget lelkemen, mint a görög tűz, oldhatatlanul. Itt tettem első esküvésemet. Nagy és szent estét mondék börtönömben, hogy életemnek egy fő célja lesz. És ez a zsarnokság ellen küzdeni. És ez esti most is olyan szent előttem, amilyen volt az első pillanatban. És verjen meg engem a hatalmas Isten. Verjen meg még a más világon is, ha valaha ez esőt elfelejtem. Úgy tűnik valamiféle átokult azon, hogy én valaha is komolyabb színészi pályát fussak be. De később már költőként ráeszméltem arra, hogy nekem másként kell beteljesítenem a sorsom. És egyben kötelességem, hogy ostorozzam pályatársaimat is, hogy ők is felismerjék végre a költészet valódi célját és miben létét ezekben a vészterhes történelmi időkben, itt a 19. században. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok bengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat és örömet, nincs rá szüksége a világnak. És azért a szent fát félretett. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott. És követtem, melyet Isten küldte vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő. A néppel tűzön vizen át. Átok rá, ki elhajítja kezéből a népzászlóját. Átok rá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéret. Hazugság. Szembere hazugság, mint milliók cáfolnak meg, kik naphevében éhen szomjan kétségbe este tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilágra ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk. Mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelíd lágcsókkal zárja be, s virágkötéllel sejjel párnán bocsát le a föld mélybe. Olyan büszkévé tesz, hogy barátságot köthettem Arany Jánossal. Kiváló műve a Toldi kapcsán figyeltem fel rá, és azonnal meg is kerestem. Kérem, engedjék meg, hogy megosszam önökkel veletek Arany Jánoshoz írt első levelem 1847. februárjából. Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, és minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ez tegyünk uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a 19. század igazi kihívása. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokolta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyelhessenek és élvezzenek. Égve a népet, pokolva az arisztokráciát. Őszinte barátja, Petőfi Sándor. Szerelem Júlia, tehát ez év tavaszára ígért végleges választ a közeledésemre. Az érzésémet viszonozza, ugyanakkor szülei, kiváltképp az édesapja, hallgani sem akarnak esetleges fényükről. Többször is megkérem Júlia kezét az édesapjától, de az áldását sosem kapom meg. Végül választás elé állítja a lányát, aki nagy örömömre engem választ. Éppen egy évvel megismerkedésünk után, 1847. szeptember 8-án, feleségül veszem szemre Júliát,
aki a világ legboldogabb emberévé tesz. Teleki Sándor rokbarátom négyes fokat a szállít minket kultúra, ahol Kastélyában a mézes heteinket töltjük. Nagyon boldogok voltunk. Elértem, amit ember érhet el. Itt és ekkor születő verseimben a szerelem és a hazaszeretet újabb és újabb színeit vélem felfedezni, ahogy a szeptember végén című versenben is. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyár az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó dagar rág a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lány sugar a nyár, és még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüti fejemet. Elhull a virág, elillanlik az élet. Ő hitvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet kebelembe tevéd le, holnap nem omolsz sírom fölébe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz a szemfödelet, s rábírhat-e majdnem egy ifjú szerelmem, hogy elhagyod érte az ételet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, és oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet, érted? Ki könnyeden elfeledét hívelet, s a szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, költői pályám és magánéletem csúcspontjához érkeztem. Hiszen megnősültem, verseimet több hívós lap is publikálja, melyeket méltóképpen is honorálnak. Március közepén megjelenik összes költeményeim kiadása, amelyet jó barátomnak, Vörös Marti Mihálynak ajánlok. Éppen ekkor, március közepén, Pesten kimondják az ellenzéki párt létrejöttét, amelynek elnökévé gróf Battyány Lajost választják, és melynek programját javarészt maga Kossuth Lajos dolgozza ki. Itt az alapuló ülés végén jómagam elszavalom a Nép nevében című költeményem. Most kell megegyék meg, hogy annak egy rokon versét tolmácsoljam önök felé, mely már a következő év 1848 tavaszán születik. Dicsőség!